Na szevasztok srácok! Szerelés újra Opel. Máté már lehozta nekem ide. Csak fölment most átöltözni, addig gondoltam elkezdem itt a videót. Termosztátot fogunk cserélni ebbe a kis Opelkébe. Ilyet vett a srác, ami... Szóval... Ez így akárki akármit mond, ez a Bárdiból jött így. És először így néztem, mondom, nincs is rajta, hogy konkrétan hogy ez a Bárdinak külön szokott lenni, ez a Bárdi minőség, blablabla, bla, bla, nem csak a saját márkájus termékeiken, hanem az összes többin is, aztán most így ez kicsit ilyen érdekes csomagolást kapott, aztán így csak így van, hogy hello. Na mindegy, a lényeg, én szerintem egyébként ezt, az mi? Márti tudja, hogy használtat vett? Újjanom. Miért van ezen? Körök, miért van ezen hűtővíz? Na, ezt majd Mátétől megkérdezzük. Na mindegy, a lényeg az az, hogy ezt a kis termosztátot fogjuk beépíteni, mert Máté azt mondta, hogy egyszerűen nem melegszik fel a kocsi, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon durván ritkán. Ennyi igazából. Mindjárt nekiállunk, ha gyorsan ideér a fiú. Előjáróban még annyit megmutatnék, hogy hol van a termosztát a kocsiba. Lényegében ott. Szóval itt nyilván itt az egyik hűtőcső, és ott. Eléggé olajos. Mint látjuk, itt az egész szelfedél. Úgyhogy ez itt cserés lesz. Amit valószínűleg hamarosan orvoslunk szintén, meg mondtam át, hogy olajcsere is lesz rajta hamarosan, úgyhogy szerintem ezt egyszerre meg fogjuk csinálni. Amúgy. Te hűtővizezted be? Nem. Én is néztem. Te is nézted? Igen, fura. De azt néztem, hogy a tömítés meg szerintem nem használták, szóval ez... Igen. Szerintem ezt oda nézték valahogy jó, és nem volt jó hozzá. Én se értem. És azért van kibontva, és azért van néz ki így a doboz. Jó van, akkor nem csak nekem tűnt. Nem, nekem is a helyzet. Nem is néztem tegnap. És ilyen. Kicsit meleg amúgy. Akartam mondani, hogy azért megfogtam itt a csövet, és még azért nem hűlt ki. Ellenben jó idő lett a garázsba, de totál fullos. 20 fok. Hallod, kerek 20, király. A foglók nem bírnak ráfogni a nagy csőnek. Jaj, az is ilyen köcsök, bilincs. Uh-huh. És ilyen távol van egymástól a kettő. Uh-huh. Ez nem tud kinyílni ez a fogló. Ó, de jó. Akkor másik ötletem, hogy ezt veszük le először innen. Mit? Ezt a bilincset. És? És akkor a csövet levesszük együtt a termosztárt, és a másikra már úgy rakom föl, hogy... Ja! Na de hogyha a termosztárt leveszed, akkor tudod forgatni azt a csövet, annak a végét is. Akkor, ja, végülis most is levettem a termosztárt. Igen, akkor minek? Jogos felvetés egyébként. Ugye? Na ugye? Én lekopogom, de ez nem tűnik nagyon bonyolultnak. Hát egyébként még egyelőre nekem sem. Milyen? Ilyen, mert hogy nem van. Fér a felső. Ott. Van rajta a 10-es. Akkor ez sem fér oda. Ez már nem tud tekerni rajta. Azt ráteszed, és szerintem erőszakkal, de... Azaz. Tökéletes. Nem mi van? Az alsót, hogy az meglegyen a kezemben, és ne kiessen.
Ami hogy néz ki ez a... Látod? Nekem is ilyenek ezek, nem tudom miért. Csorog. Hát hadd menjen. De ott folyhat. Hol? Almas folyik? Persze. Tudja, ez ki, mint a másik. Csak lehet, hogy ez rossz. De lehet, hogy nem rossz, csak... Hát figyelj, tömítés biztos. Az már szép van menve. De most visszaraktam, teljesen jó. Ez most már lehet, hogy két emberes, vagy elég, ha fogod, vagy elég, hogyha fogod. Hát figyelj, fogod, fogsz. Hát de. Így. Hát, remélem, hogy... Ja, na, így. Olyat is tudsz. Ez még nem árt a csőnek, reméljük. Ez még kicsi várja. Jó. Na, felekvétben lesz. Vagy nem jön ide, nem tudom, ide föl. Engedd, ott fönt engedd el. Ott szerintem elengeded. Nem az igazi. De így már ki kéne jönnie. Szerintem így már kijön. Inkább ide. Csak most már nagyon megvan hozzá csavarva a cső. Csak följebb teked fölfele, hogy felé, fönt álljon az úgy. Mert nem fogod tudni. Ezért utána leugrik. Mozdul. Hú! Cső mennyire szép. Szerintem nem. Nem baj. Még ez zugalmas is egyébként. Ja, mert elbúgattad meg. Egy motort, és akkor leszettem a váltót, és akkor ott volt a lentkerék, meg volt egy főtengely benne, ami törött volt. Szép. Szóval volt ott súly rendesen. Hú, milyen szép a törölt. De amúgy baszki, ezeket tényleg össze kéne gyűjteni, és a végén valami ízét összehegeszteni belőlük, hogy valami... Házat lassan. Valami nem tudom, de nekem mindig ezen jár az eszem. Meg most nézzek, ott most végig van igazából a radiátor, az mindig BMW. Hát ez még nem olyan sok. Nem sok, de ez egy kis rész, meg ott van az a lámpa is, abban is egy csomó kuka lesz. Meg, a lámpám nekem is van meg, még. Meg fönt is van egy csomó szar. Ja, még egy motorom is van amúgy. Még van egy komplet. Ja, azt tudom. Egy 1.5 motor, azt meg egy 1.4 henger fél, össze lehet rakni egy egész motor. Azt tudom. Na. És abban mi lesz? Semmi. De azt hirdeted? A blokkot igen, a hengerfélt szerintem megtartom, az a sajátja volt, a gyárja. És ez tök jó állapotban van. Csinálsz bele? Nem tudom, azt a liszt. Ezt akartam kérdezni. Na, csináljunk majd egyszer egy olyan napot, hogy megcsináljuk az asztal lisztet. Összegyűjtünk mindent, amiből... És megcsináljuk abból a kis viszkitartómat. De mondjuk a blokkból, hogyha nem viszik el, abból meg asztalt csinálok. Na tudom, azért mondom. Hát ne is vigyék. El ne vigye valaki! Most már tudod fogni úgy. Ez félelmetes amúgy. Nekem mondod, ezt ott fogdostam. Nincs baj. Még benne van pár fogba. Most fullon van? Még túl is menni? Lehet. Ez mehet addig? Hát végül is mehetni lehet, nem? Szerintem igen. Itt van már a fém. Akkor jó, ha oda illeszted, ahol volt. Úgy. Nem? Jó, szerintem most jó helyen vagyok. Mennyibe került ez a termosztát? 7, 8, majdnem a legdrágább volt, 10. Igen. Azt hiszem ilyen 5-től 10-ig mentek. Ez volt a legdrágább, egy ilyen nem, volt. Volt egy drágább, de az meg nem volt raktáron sehol. Ja. Azt hiszem, lehet, hogy 8 volt. Azt tudom, hogy 13-at fizettem olajszűrővel, olajreelesztő csavarral, olajreelesztő csavar tömítéssel, meg ez legyen. Ja, mert azok azt is vettél. Igen. És olajat mit vettél most, vagy ez a mizu? Azt megrendeltem, de még nem vettem át, mert Pesten a mobilnak a
Peak Life, vagy Rally Formula, vagy valami ilyesmi. Miért? Pi Speak? Igen. 5v50. És ez jó? Most látom, hogy az volt benne korábban is, de mindenki azt mondja, hogy az a jó. Hát jó. Ha az kell neki. Ezek szerint? Ezt mennyire szabad meghúzni szerinted? Nem tudom. Érzésre. Na ez az. Én jót érzek, de... Jót érzel? Én ennél jobban nem szerintem. Jó, rángasd meg. Mennyi vízünk van te? Hát, nem. Szerintem egy fél liter. Hol vannak a szintjelzések? Nem tudom. Még én sem. Nem, benne. Benne? Nem, oldalt van, hogy úgy, hogy kb. Bentről látod csak. De nem. Hát itt oldalt szokott lenni. Hát itt nem látok. Várj, nézd. Itt szerintem eddig kell tölteni. Ja, igen. És ez nincs min max, hanem... Ezt adom. Ezt mellé fogom önteni? Hát, mi szurkolunk. Na, figyelünk. Na. Izgulunk. Hát még én. Jaj! Na, nagyon koncentrálok. Hoppá! Szóval, de mondjuk utána úgy is kell még tölteni, majd megindítottam. Még, most van a fel, még. Jó, hát akkor figyelj, még. Ennyi? Még. Állj! Baszki. Most egy kicsit ment fölé. Hallom? Ennyi kifolyt. Mondjuk sokat folyt, mint hát figyelj, so... Persze. Meg lehet, hogy nem figyelj, volt hogy bugyog? Már nem. Már légtelen, figyelj, álló motornál tudja légtelenítsd magát. Egyébként lejjebb ment, egy, nem is kicsit. Jó, hát te már még kap. Nem álltál rá, nem, ha beindítom, nem. Pondába szokott egy születet tartani. Aha. Ó, a gyűn! Jajá, a gyűn! Helyzet. Jönnek a buborékok. A víz jön? Persze. Ja, tényleg. Ja, ezt most lezárom. Piros az egész. Srácok, a fejkamera. Hát mi van? Ja, ezek a hullámok látszik. Igen. Amúgy ennyi volt, srácok. Gyors termosztát csere. Pikpak, egy 10.000 forintos tétel, köbö. Azt hiszem, hogy ez a... Van a obiba is, tudod, a szerszámok, ez a basic, a professional, meg ilyen expert, meg ilyen, tudod. Na, ez egy basic szerviz, ez otthon bárki megcsinálja így. Igen, ez... Ez nem egy jó helyen van. Na jó. Na jó, szevasztok. Szevasztok. Mégsem csá. Na, srácok, azért a megérzés, meg az a izé furcsaság azért úgy furcsaság volt. Tehát, hogy... Mert mesélj már el. Mi a helyzet? Mi a helyzet? Szeretek a Bárdiba járni. Csak a Bárdi. Nincs kedve elmesélni. Na, most akkor én elmondom, mi történt. Kapott a Bárdiból egy termosztátot, ami full újnak nézett ki. A doboza kicsit megviseltes, tehát hogy így láttátok a videó elején, így néz ki. És volt rajta egy-két csepp, mi az? Hűtővíz, hűtőfolyadék. És jó, oké, megesik, valami rácsöpött, vagy nem értettük igazából a dolgot, mindegy. Betettük, elindítottuk, most megvártuk, hogy nyisson. Hát nem nyitott ki. Szóval valószínűleg azt a következtetést vontuk le, hogy valószínűleg valaki ezt már visszavitte, mert nem nyitott ki, és szar a termosztát, úgyhogy én még nem jártam így, szerintem Máté sem járt még így. Járt el, hogy bármi rosszat vett, de így nem. Nem, én sem. Úgyhogy nem mindegy, szar. Szar, amit betettünk, most szedhetjük ki megint. Máté viheti vissza a Bárdiba, kérhet újat, aztán tehetjük azt be. Mert ez most nem nyit ki, az előző meg mindig nyitva van. Király,
király. De két vagy, meg kell csinálni két körre, és kapcsolható. Kapcsolható, ja, mindig izé kapcsolod. Ja, ja. Izé 90, 95-nél átkapcsol, 90-nél meg vissza. Na, szép, szép. Na jó, úgyhogy ennyi. Ez csak mint így a végére, videó végére, így mint tapasztalat beszúrtuk. Nyilván nem fogom megint, mert nem fogjuk megint fölvenni, meg megmutatni, hogy hogy szedjük megint ki, és hogy tesszük megint vissza. Mert már ehhez kedvünk sincsen. Máté, az kész, elveszett. Írja mindenkinek, hogy fúj, fúj, szar, fúj. Na cső. Ja, és írjátok meg, hogy ti jártatok-e már így, és ha igen, akkor hol? Gyűjtsük össze a tapasztalatokat, kinek hol nem volt még soha rossz élménye, kinek volt folyamat rossz élménye valahol, stb. Stb. Kíváncsiak vagyunk, úgyhogy várjuk komment.